Hármas célra lát rajthoz a hagyományos szlovákiai versenyen Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a bajnoki cím megszerzése mellett a 3 óra 59 perces világbajnoki, optimális esetben a 3 óra 50 perces olimpiai kvalifikációs szintet is szerette volna teljesíteni. A 42 induló között a harmadik legjobb idővel rendelkező kétszeres olimpikon 38 kilométerig az általa tervezett tempóban haladt az 1 kilométeres körpályán, akkor azonban gyomorpanaszok miatt nehézségei támadtak. A hátralévő kilométereken nagyot küzdött Pokrovenszky József tanítványa, aki 3 óra 54 perc 13 másodperces idejével a bajnoki aranyat és a VB szintidőt is kipipálhatta. Nagyon jól sikerült a felkészülés, szóval nagyon magabiztosak voltunk. Mert az az elsődleges cél tényleg az országos bajnoki cím és a világbajnoki kvalifikációs szintnek a teljesítése volt. Pluszban szerettem volna már egybe teljesíteni is az olimpiai szintet. Ez sajnos most nem sikerült, viszont nagyon-nagyon sok lehetőség lesz még, szóval emiatt annyira úgy nem bánkódok. Ha nem lett volna egy-két probléma, akkor az is sikerültett volna, mert a verseny háromnegyedéig olimpiai szinten belül voltam, szóval a részidők nagyon jók voltak, a körülmények azért annyira nem voltak erre alkalmasak. A távnak 8 fokos időben vágtak neki a gyaloglók, célba érkezéskor pedig már 20 fokot mutatott a hőmérő. Az 1 kilométeres pálya miatt a megszokottnál több forduló is nehezítette a versenyzők dolgát, akik közül 20-an fel is adták menet közben. Máté ideje a 9. helyhez volt elég a nemzetközi mezőnyben. Sok idő nincs a pihenésre, a jövő héttől már teljes intenzitással folytatódik a munka. Ez a hét, ez most egy kicsit olyan könnyebb hét lesz, megnézzük, hogy ez a verseny úgy mennyit vett ki belőlem, illetve hogy mennyire tudok regenerálódni. Ettől függ a májusi Európa Kupa, hogy ott tudunk indulni 50 kilométeren. Ha igen, akkor ott is meg lehet csinálni az olimpiai szintet, ha nem, akkor majd a világbajnokságon fogom ezt majd megpróbálni. Addig békésebben fogok indulni 20 kilométeren az országos bajnokságon, illetve hazai versenyeken fogok 10, illetve 5 kilométereken versenyezni. 50 kilométeren viszont már valószínűleg csak a világbajnokságon, illetve majd lehet, hogy az Európa Kupán. A világbajnoksága szeptember 28-a és október 6-a között rendezik Dohában. Mint Helebrant Máté elmondta, a dudincei verseny tapasztalatai szakemberekkel együtt kiértékelve készülnek majd a katari VB-re, amelyen a nagy meleg miatt éjfél előtt vág neki a távnak az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye.